visszautasította a szocialista kormány jövő évi költségvetési tervezetét a portugál parlament szerdán. A baloldali blokk és a kommunista párt a jobboldali ellenzékkel szavazott a 2022-es tervezet ellen, amelyet a kisebbségi kormány nyújtott be szavazásra. Így akár előrehozott választások is jöhetnek. Az ország politikai válsággal áll szemben, amely minél tovább tart, annál rosszabb lesz Portugália számára, közölte a legnagyobb jobboldali ellenzéki párt vezetője. Nem volt részünk benne, minden felelősség a baloldalé, amely hol kijön egymással, hol nem, ahogy nekik tetszik. A konzervatív államfő, aki kompromisszumos megállapodást szeretett volna elérni a büdzsével kapcsolatban, annak érdekében, hogy az ország hozzáférjen az EU helyreállítási alapjához, arra figyelmeztetett, hogy hatalmában áll akár a parlament feloszlatása is. Kizárólag a köztársasági elnökön múlik, hogyan értékeli ezt a döntést, és hogy ő maga milyen döntéseket tart szükségesnek, reagált a miniszterelnök. A kormány magától értetődően tiszteletben tartja az államfő kompetenciáit, nem fogja kommentálni tetteit, és vállaljuk, hogy azt tesszük, amit a köztársasági elnök dönt, hogy 12-ed annyian kormányozzunk, vagy hogy a szavazóurnákhoz járuljunk. A kialakult politikai helyzet hónapokra megbéníthatja Portugáliát, amely éppen talpra akarta állítani a járvány által megtépázott gazdaságát.